Köszöntöm nézőinket, Nagy Évával beszélgettünk a Karcagi Nagykun Református Gimnázium igazgatójával. Mögöttünk már gyülekeznek a gimnazisták, hiszen egy rendhagyó módon fognak a költészet napjára emlékezni. Hogyan is? Tavalyi évhez hasonlóan most is itt a város főterén és a központjában egy rendhagyó irodalom óra szerűséget fogunk tartani, és egy flashmobbal fogunk megemlékezni a költészet napjáról. Különböző versekkel készültek a gyerekek, és ezeket a verseket ajándékba adjuk a városnak, kiplakátoljuk a városba ezeket a verseket, hogy egy pár napig, amíg az időjárás engedi, addig a város lakói is olvashassák ezeket a verseket. És mi lesz az a közös produkció, hiszen ezzel fog kezdődni, erről tudunk-e valamit? Igen, a gyerekek készültek, megpróbáljuk kirakni a költészet napja szót, illetve verset fogunk felolvasni, vagy közösen elszavalni, és aztán elkezdődik a plakátolás, illetve a gimnázium aszfaltjára, az a gimnázium előtti aszfaltra verseket írunk, idézeteket írunk ki. Reméljük, hogy sokan érteni fogják ezeket a kirakott verseket, és esetleg le is lehet venni, mint a vaj? Így van, természetesen ezeket haza lehet vinni, hiszen ezt mi ajándékozzuk a városnak. Én azt gondolom, hogy ez több városban működik már évek óta, és bízunk benne, hogy itt is hagyomány lesz. Reméljük, így lesz, és hát sokan már itt vannak mögöttünk, hogy hamarosan kezdődik is ez a spontán megmozdulás a gimiseknek. Igen, reméljük, hogy így lesz. Köszönjük szépen! Köszöntöm nézőinket, a Csokonai úti tagi óvodában vagyunk, és Benyéni Kecskeméti Annával beszélgettünk az Ovi galéria előtt, melyben érdekes dolgokat látunk. Mi is lesz a mai napon? A mai napon a művészeti programunk egyik sajátossága, hogy negyed évente az Ovi galériánkban újabb és újabb kiállítást rendezünk. A mai alkalommal idős asszonyokat hívtunk meg, akik még őrzik a hagyományokat, és csigacsinálást mutatnak be. Az SMK-val megbeszéltük, a szülői munkaközösségi vezetőkkel, hogy ők szeretnék, ha megismertetnénk a gyermekeikkel, és ővelük is, hogy hogyan készült hagyományosan régen a csiga, milyen alkalomkor volt a csiga, azt hallják a gyerekek az idősektől, akik tényleg őrzik a régi hagyományokat, hogy régen disznótorokkor összeültek az asszonyok, lányok, és készítették a csigát, és a lakodalmak alkalmával is nagyon sokan összejöttek, és ekkor beszélgettek, volt pletyka is egy kicsi, a végén pedig táncoltak, eltáncolták a csiga végét. Valami ilyesmi történetet hallottam, és a mai alkalommal érkezett Bene Péterné, aki 89 éves, és még a családot a házi tésztával, nem csak a csiga csinálással, hanem lebbencs tésztával metélt el, és mindenféle finomsággal ellátja. Tehát nálunk még nagyon él a családban ez a hagyomány, és meghívtuk még Molnárné Erzsikét, nyugdíjas óvodavezetőnket, akit szintén várjuk erre az alkalomra, hogy ő is megmutatja majd a gyerekeknek egy másik asztalnál, mert nagyon kíváncsiak lesznek a gyerekek is, szülők is, akik ide látogatnak, hogy hogyan is készítették, hogyan csinálták, a csigacsinálás módját megtekinthetik. És hát itt az Ovi galériában pedig mindent összeszedtek, ami ezzel kapcsolatos, hiszen mi már néztük, hogy receptektől kezdve azok az eszközök, amelyekkel még most is dolgoznak az idősek, azok is megtalálhatók itt. Biztos, hogy a gyerekek nagyon élvezni fogják. Igen, a gyerekek mindig nagyon élvezik, és nem csak a gyerekek, hanem az ide látogató vezetőink, vagy a szülők, akik ellátogatnak hozzánk, megtekintik, és mindig a témával kapcsolatos aktuális dolgokat nézhetik meg. Kértük a szülőknek gyűjtőmunkába, hogy a csigacsinálással kapcsolatosan, amit csak tudnak, gyűjtsenek, hozzanak. Került ide csigacsináló, kötény, kendő, szakácskönyv, és akkor ezt mind, mindig nyitva áll az ajtó, és mindenki bejöhet, és megtekintheti. Hisz szívügyünknek tartjuk a hagyományápolást, őrizzük a hagyományokat kolléganőimmel együtt. És most itt a tavaszi galéria nyitón
a csigacsinálás alkalmából, hogy komplex legyen ez az alkalom, hívtunk vendégeket. Ősszel mi voltunk a mi óvónénieink a Nagykun Református Általános Iskolában, a Mesevarázs Munkaközösség Hátót Jánosné vezetésével adtak elő mesét, és ígéretet kaptunk, hogy tavasszal ők visszajönnek hozzánk, és ők is egy kis műsorral kedveskednek nekünk. Így lesz komplex a mai napunk. Művészeti értéket közvetítünk, mert lesz irodalom, zene, és hát a kézi munka. És várjuk az iskolásokat. Ferenci Péterné Irénke készítette fel őket. Hamarosan megérkeznek, és a gyerekek is nagyon várják már, hogy ez az alkalom elkezdődjön. És hát azért érezzük a tavasz illatát, hiszen itt vannak a virágok, amelyek már a tavaszt is meghozták. Én azt kívánom, hogy sok-sok hasonló alkalom legyen még, és hát Bene Péterné és Erzsike is még sokáig őrizzék meg ezt a csigacsinálást. Nagyon szépen köszönjük, meg köszönjük, és tényleg így van, hogy a szülők nagyon sok virággal érkeztek. Az udvarunkat is szépítették tavaszi virágokkal, és már hozták a szálas virágokat is ebben az igazán most már tavasziassá váló időben. És Bene Péterné Erzsike néni és Molnár Józsefné Erzsike is majd mikrocsoportokban, kis csoportokban, hogy minden gyerek és minden szülő jól lássa, be fogják mutatni a csigacsinálást. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Köszöntöm Önöket, Szabó Péterné gyermekkönyvtáros drámapedagógussal beszélgettünk, és egy picit a kunkuckorról, hiszen mindig megszoktuk, hogy sok olyan diák van, aki tehetséget érez magában, és ön pedig kihozza belőlük a tehetséget. Mire készülnek most, milyen darabot próbálnak? És nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a Karcag TV nézőit, és jól esik az érdeklődés. Egy nagyon-nagyon hosszú időre visszanéző szakkörről van szó. Hosszú évek óta foglalkozom gyermekszínjátszással, és már többször sikerült azt elmondanom, hogy mennyire hiszek ennek a személyiségfejlesztő hatásában. És mindig-mindig megújulunk, meg mindig új tagokkal bővülünk. Most is 19-en vagyunk. A város általános iskolásai vannak nálam, harmadik osztálytól egészen 8. osztályig. Beszélgettünk sokszor arról is, hogy volt olyan, nem nevesítjük, hogy ki, aki nagyon nem is tudott megszólalni sem, és a végre teljesen felszabadult, és a végén már esetleg főszerepet is lehetett rábízni. Annyira jó, hogy ezt kérdezi, mert igazából tényleg azt gondolom, hogy azon túl, hogy évente körülbelül 2-3 jelenetet betanulunk, és felkészülünk egy-egy előadásra, azok a tréningek, amelyek az önismeretet, a társakkal való együttműködést, a kommunikációs készségeket célozzák meg, hatnak. A szülők visszajelzései alapján nagyon sok gyerek lett sokkal bátrabb, merészebb kiállású, vagy akinek meg nagyon nagy a hangja, azt egy kicsit sikerül visszább vennem, mert hogy ez is cél. Én tavaly az almás előadásra emlékszem, az nagyon népszerű volt. Elárulhatunk az ideiről valamit, vagy legyen meglepetés? Nincs meglepetés, elárulhatunk. Nagyon nehéz mindig egy darabot kiválasztani. Szerintem egy mesemondó versenyen, a meseválasztáson is nagyon sok múlik. Ugyanígy a darabválasztás legalább ekkora gond szerintem egy műhelyvezetőnek, és nálunk most is, mint már évek óta, nagyon kevés fiú van, úgyhogy ez is mindig gond. Lázár Ervinnek találtam egy történetét, a Nagyra vágyó fekete rigó, ez a címe a történetnek, a mesének, és ezt a mesét tulajdonképpen én átírtam arra a gyerekcsapatra, akivel dolgozom. Egy kicsit már most merészebben nyúlok én is a történetekhez. Sok éve gyerekszínjátszózom, sok tréningen vettem részt, és látom azt, hogy mit lehet egy-egy történetből kihozni, vagy mit nem. Úgyhogy mi most egy kicsit egy montást csinálunk. Ez a történet eredetileg madarakról szól, és egy
Rigóról, aki barátot szeretne találni, és mindig ismerős a történet, hogy szeretne egy kicsit sárga lenni a fekete Rigó, egy kicsit zöld lenni, egy kicsit piros, és igazából nem veszi észre azt, ami a szem előtt van, hogy lehet, hogy ott van a barátja, és hogy önmagát kell adnia. És ezt a történetet vittük át egy mai iskolás történetre. Egy osztályba érkezik egy új lány, akit senki nem akar befogadni, és végül is ezt a kettőt szeretnénk összehozni. Érdekes vállalkozás a részemről is, de a gyerekek nagyon jó partnerek benne. És hát reméljük, hogy ha megnézik osztályközösségek, esetleg elgondolkoznak azon, hogy náluk is nincs esetleg pont egy ilyen, akit esetleg kiközösítenek, vagy máshogy fogadnak az osztálytársak. Hát ez a színjátszás lényege. És igazából az is a lényege, hogy ezeken a foglalkozásokon van alkalmam a gyerekekkel beszélgetni. Sok gondjuk van, és a barátkereséssel is van sok gond. Tehát itt azért egy kicsit játszunk is, mert vannak olyan gyerekek, akik tényleg csak arra hajtanak, hogy most milyen ruhákba járnak, a másik az mindig rohan és nem ér rá egyáltalán foglalkozni emberi kapcsolatokkal. Tehát úgy én el tudom képzelni, hogy egy új gyerek, mondjuk aki hetedikesként érkezik egy új osztályba, hogy mi mindennel kell megküzdenie, és van alkalmunk ezekről beszélgetni is a szakköröm. Akkor jó munkát kívánunk, és akkor várjuk a bemutatkozást, hiszen azt még nem mondtuk el, hogy hol lehet majd látni ezt a darabot. Már most harmadik éve a szakköri randevú az, amit elindított a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár, akinek mi az egyik szakköre vagyunk, és itt ezek a szakkörök bemutatkoznak, úgyhogy ennek alkalmából, amelyet majd hírelünk, tehát a szakköri randevú alkalmából május végén lesz alkalma a nagy közönségnek megtekinteni a produkciónkat, és ebben az utolsó iskolai hetekben pedig szívesen megyünk, hiszen ekkor vannak általában diákhetek, önkormányzati hetek a Kiskulcsoson is, a református iskolába is, és akkor szívesen várnak bennünket, mi pedig szívesen megyünk. Akkor én azt gondolom, hogy sok-sok öröm van még a gyerekek előtt is, és jó tehetséges gyerekeket kívánok önnek. Köszönöm szépen. Köszöntöm nézőnket, Tóth Éva főhadnagyjal beszélgetünk, hiszen a Karcagi Rendőrkapitányság idén is megrendezi a gyerekeknek a kerékpáros versenyt. Mi is a verseny neve, és kik jöhetnek a mai napon? A mai nap két versenyt rendezünk, a kerékpáros iskola kupát, ezeket 10-12 éves gyermekeknek, illetve a kiamester két keréken 11 évet betöltött személyek részére tartjuk meg ezeket az ügyességi versenyeket. Ez két részből áll, hiszen azért a kressz ismeretekre is számot kell adni a diákoknak. Így van, először a tesztlapot töltenek ki, ugye abból is kapnak mai pontot, illetve itt a rendőrség előtt felállított ügyességi pályán kell nekik részt venni. Az is fontos, hogy hiba nélkül teljesítsék, illetve az időt is nézzük, és ebből a kettőből fog összeadódni az összpontszám, amely alapján bekerülhetnek a megyei döntőbe. Sok karcagi csapat végzett ott már első helyen, úgyhogy reméljük, hogy most is ügyes gyerekek jönnek. Így van, tavaly is bejutott egy kisfiú az országos döntőbe, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy innen is került már be. Akkor jó versenyzést kívánunk, bár az időjárás most egy picit nem kegyes hozzánk. Reméljük, hogy szerencsénk lesz, úgyhogy először inkább a kerékpáros ügyességi versenyen kezdünk, és utána megyünk be a tesztlapot megírni, kitölteni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm. Köszöntöm nézőinket, a Városi Csokolai Könyvtárban Fülöp Ilona csoportvezetővel beszélgettünk. Sok-sok könyv van mögöttünk, de ezek nem idén érkeztek, de melyek azok az új könyvek, amelyeket szívesen ajánlana az olvasók figyelmébe? Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Az idén is lehetőségünk van könyveket vásárolni, és már érkeztek új könyvek is a könyvtárba, ugyanúgy gyerekkönyvek, mint felnőtt könyvek. Nagyon közkedvelt a krimi és a szerelmes regények. Ezekből is érkeztek újak a könyvtárba, amit szívesen ajánlunk a kedves olvasók figyelmébe. Gondolom, hogy azért nagyon sokan jönnek be internetezni, szakdolgozathoz szeregetnek összeanyagot, ebben is tudnak segíteni?
Igen, ebbe is tudunk segíteni, ugyanúgy szakkönyveket is tudunk vásárolni ezen a, ebből a keretösszegből, és ugyanúgy próbálunk segíteni az egyetemistáknak és a főiskoláknak is a főiskolásoknak is a szakdolgozatok elkészítéséhez. Korábban is sokan kerestek olyan könyvet, ami itt nem volt meg, viszont máshol meg volt. Van-e még erre lehetőség a könyvtárközi kölcsönzésre? Igen, könyvtárközi kölcsönzésünk minden évben ugyanúgy működik, ahogy eddig. Sokan veszik igénybe, a visszafele postaköltséget kell kifizetni, egyéb ilyen költsége nincsen ennek a könyvtárközi kölcsönzésnek. Most, hogy jöttünk, láttam, hogy a helytörténeti részben most is vannak bent kutatók, tehát mennyire jellemző, hogy kutatják városunk múltját több évszáz évre visszamenőleg? Vannak rendszeres kutatóink, akik minden évben visszajárnak, és Karcag történelmét és Karcag környékét kutatják. Beszéljünk azért egy picit a nyugdíjasokról is, hiszen most idén nem indítanak részükre internetes tanfolyamot, viszont máshogy próbálnak nekik segíteni. Igen, minden évben gondolunk a nyugdíjasainkra, és ebbe az évben is lehetett pályázni az Erzsébet programon keresztül üdülési pályázatra. Ebben nyújtottunk segítséget a nyugdíjasoknak. Rendszeres visszajáró igénylők vannak, és most nem sokan majd következik a szálláshelyek foglalása is, amiben ugyanúgy segítséget fogunk nekik nyújtani, hogyha elérkezik a szálláshelyek foglalásának az időpontja. Ők hogyan készülnek majd a nyárra? Lehet-e már tudni, hogy bezárnak, vagy mi az a pontos dolog, amit elmondaná az olvasóknak? Nyáron, szinte egész nyáron nyitva vagyunk, kivéve az a két hét, amit minden évben beszoktunk zárni, július utolsó két hetébe, de amúgy egész nyáron és ősz elején várjuk a kedves olvasókat a friss és új olvasnivalókkal. És hát természetesen addig még sok alkalommal fogunk találkozni, hiszen azért még lesz ünnepi könyvét és sok-sok olyan rendezvény, amelyet itt tartanak a ifjúsági házban és a könyvtárban. Jó munkát kívánunk! Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel programjainkra és rendezvényeinkre, és olvasóinkat is az olvasás szeretetéhez a könyvtárba. Köszöntöm nézőnket, Lóa Kerekes Ágnessel, az Erkel Ferenc Tagintézmény igazgatójával beszélgettünk arról, hogy mi minden történt az iskolában, hiszen a közösségi oldalon sok-sok fotót láttunk szép eredményekről. Merre jártak a tanítványok? Köszöntöm én is a nézőket. Az elmúlt időszak elég forgalmas volt itt a művészeti iskolába, illetve a művészeti iskolások életében, hiszen több verseny is volt az elmúlt hónapokban. Márciusban volt ütőhangszeres versenyünk, országos szintű verseny, szóló és duó kategóriában indulhattak a gyerekek. Tőlünk két duó indult, tehát kétszer két gyermek vállalta, hogy részt vesz ezen a megmérettetésen, és nagyon-nagyon szépen sikerült a verseny számukra. Mind a kettő együttes első helyezést hozott el. A kicsik közül Őrsi Mizser Dávid és Nagy Emese voltak, akik bemutatták tudásukat Győrben, és a nagyok közül pedig Székely Lea és Nagy Zsófia mutatta be ütős tudását, úgyhogy Dudás Enikő felkészítésével nagyon-nagyon sikeresek voltak. Nagyon szép visszajelzéseket is kaptak, illetve a részhúvósaink számára volt egy másik megmérettetés Szolnokon, a Jász-Nagykun Szolnok megyei részhúvós fesztivál, ahol három növendékünk indult, a Herényi Bográrka Réka trombitából aranyminősítést kapott, és két mély részhúvósunk volt, Vinis Máté második helyet kapott, és Tóth Bertalan pedig harmadik helyezett lett. És az ő tanáruk pedig Sós Pár volt. Igen, az ő tanáruk Sós Pár volt, és Pető Marcell segítette, illetve dr. Debreceni Négéci Anikó zongora kísérettel az ő szereplésüket.
Azt gondolom, hogy ilyenkor mindig jó érzés az intézmény élén állni, de azért vannak még versenyek, lesznek még rendezvények, erről is beszéljünk. Igen, vannak és voltak feladataink itt helyben is, hiszen megrendezésre került a jótékonysági hangversenyünk, immár második alkalommal, a Kunorgondo Zenebarátok Egyesület szervezésében, de mi úgymond társszervezőként és közreműködőként jelen vagyunk ezen az eseményen. A programnak a teljes bevételét a Tehetséges Művészeti Iskolás gyerekek támogatására ajánlották fel, hiszen nagyon sok olyan költség van a művészeti iskola versenyre járó, illetve egyéb szállítási költségekben, amiben ők néha-néha besegítenek, és ezt nagyon köszönjük is az Egyesületnek, hogy ők is a hátunk mögött vannak a tankerület mellett, tankerületi központ mellett. Illetve április végén kerül megrendezés, április 25-én pontosabban, 9 órától a második Jász-Nagykun Szolnok megyei vonós verseny, amelynek Karcag ad helyet ismét. 2 évvel ezelőtt volt az első megrendezésre kerülő verseny itt nálunk, ahol a vonós növendékek, hegedűsök, csellisták, és most nagy örömünkre egy bőgős fiú is fog megmérettetni. És több helyről, a pedagógiai oktatási központ illetékességi területéről fog érkezni 51 gyermek, egészen Cegléd-től Abonyig, és itt a Szolnok megyei területről is több művészeti iskolából fognak érkezni a gyerekek, nívós zsűrivel, reméljük, hogy ugyanolyan sikeres lesz a versenyünk, mint 2 évvel ezelőtt volt. Akkor reméljük, hogy beszámoltunk karcagi sikerekről is. Az előbb már fél mondattal említettük a képzőművész tanszak tagjait. Ők most merre járnak, mire készülnek? Most a jótékonysági hangversenyre készültünk, és ott segítkeztek, illetve a vonós versenyen is segítő kezet nyújtanak, hiszen a versenyző gyerekek ajándék készítésében ők is részt fognak venni. Minden gyermek kapni fog egy olyan ajándékot, amit a képzőművészet tanszakos gyerekek fognak készíteni, és ilyen kisebb pályázatokon és versenyeken indulnak a közeljövőben a gyerekek. Amiről be tudok számolni, az már a közelmúltban volt, a Györfi Általános Iskolának egy rajzpályázata, amin nagyon szép helyezés, második helyet ért el az egyik tanulónk. Úgyhogy ők is folyamatosan munkálkodnak és dolgoznak. Azt gondolom, hogy akkor a tanárnő jól átvette a meglévő csapatot. Igen, igen, igyekezett, és úgy gondolom, hogy nagyon jól fogadták a gyerekek a tanárváltást is. Bacsó Andra, a tanárnő, nagyon jól átvette a tanszakot. Én azt kívánom, hogy akkor legyen sikeres még a következő 3 hónap, és sok eredményt érjenek el az iskola diákjai. Köszönöm szépen!